Maga az ital az 1790-ben született. Az én felmenem az egy orvos volt, és dolgozott kint József másodikánál a Bécsbe a monarchia alatt. A császárnak ilyen gyomor problémái voltak. Szólt az orvosnak, hogy csináljon neki, találjon ki valamit, és ezek nagy szakértők voltak. Tehát pontosan tudta, hogy mi jó a gyomornak. A régi logó egy vörös, vagy egy piros kereszt, fehér alapon, mert ez egy gyógyszer volt, és csak patikába árultak. Itt van a legrégebbi és egyben a legnagyobb hordók, az egyetlen háború előtti hordók. A németek, amikor felrobbantottak a hidakat, ugye, az oroszok azok jöttek és elvitték az összes hordónkat, és csináltak belőle ilyen ponton hidakat, hogy át tudjanak menni a Dunán. Ezáltal minden háború előtti hordónk elveszett, kivéve előtt, őt nem tudtak valahogy kiemelni, és ő 16 ezer literes hordónk. Szerintem ez egy jó ital. Nem, nagyon jó. A szívának az ötlete úgy jött, hogy 15 évvel ezelőtt a gasztroban volt egy olyan promónk, hogy kért egy unikumot, és kihozták az unikumot, és pálcikán egy aszalt szilvát. És akkor megetted a szilvát, és rá az unikum. És az emberek meg voltak érte őrülve, csak ez, tudod, az ilyen ideiglenes gasztropróma volt, és elkezdtünk foglalkozni avval, hogy most akkor az unikummal valamit el kellene kezdeni, akkor rájöttük, hogy várja, ha már így külön-külön... Ez innen jött? Aha. Ő volt az én nagypapám, a János, az unikum volt az élete, a gyár.